Paks nevezetes épületei is visszaköszönnek a képekről, 6 kategóriában készültek alkotások a Paksén Így szeretlek című képzőművészeti pályázatra. Paks várossá válásának 45. évfordulója alkalmából a Városnapja programsorozat a kiállítás megnyitójával és ünnepélyes eredményhirdetéssel kezdődött. Felnőtt kategóriában első helyezett Takácsné Tóth Márta paksi alkotó lett. Reméltem, hogy meg tudom mutatni a paksiaknak, hogy én miért szeretem Paksot. Vannak kedvenc helyek, mint annyiunknak, gondolom, és hát ezeket próbáltam megörökíteni, hogy egy nagy gesztenyefába foglaljam össze az egészet, és tényleg az emblematikus, nekem emblematikus helyet, a konzervgyárat, hiszen ott kezdtem el dolgozni, 48 éve voltam először a konzervgyárban, úgyhogy a paksi avatásnál már paksi lakos voltam, és hát teljesen hozzánőttünk a városhoz. Amikor ilyen születésnapon, akkor inkább az, hogy örüljünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan közösségi élmény, ami ezt az örömöt tudja szolgálni, jobban megélni, az fontos. A várossávállás évfordulójára szervezett program közösségépítő szerepét méltatta a tárlat megnyitóján az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója, Paks polgármestere pedig arról beszélt, hogy mindegyik alkotásért nagy köszönet jár a készítőknek, mivel szerinte rendkívül jól visszaadják a paksi hangulatot. Nagyon jó érzéssel töltött el, amikor láthattam ezeken az alkotásokon tényleg Paksnak az ikonikus helyszíneit, vagy akár az ikonikus csoportjait, egyesületeit, gondolok itt az Atomerőmű Sport Egyesületre, vagy annak is a kajakkenu szakosztályára, vagy a kosárlabda, vagy a judó, vagy a Paksi FC-re, ugye futballra, ha gondolok, de mondom, az Erzsébet szállótól elkezdve tényleg az ikonikus épületek jelennek meg itt ezeken az alkotásokon. Tehát nagyon jó érzése töltött el, hogy felidézhettem itt ennek a tárlatnak a megtekintése során azokat az élményeket, amikhez én is hozzájutottam egyébként az elmúlt 45 év során. A kiállítás megnyitóján közreműködött a paksi utcazenész Fiatalok Fújnak, azaz a PUF formáció.